Karácsony Gergely abszurdnak tartja, hogy pénzmosás gyanús botrányba keveredett, erről az M1-nek beszélt a Lánchíd mai átadóján. A főpolgármester szerint Perés Gábornak sincs miért magyarázkodnia, aki 506 millió forintnak megfelelő összeget fizetett be mozgalma számlájára. Karácsony Gergely kérdésünkre azt válaszolta, ki áll amellett, hogy ők legálisan gyűjtötték a kampánypénzeket. Önt megkereste már a rendőrség ez ügyben? Nem, de nyugodtan keressenek. Teljesen abszurd ez a vád. Tehát teljes mértékben a létező az összes jogszabálynak megfelelő módon gyűjtöttük ezeket az adományokat. Nem kereste még a rendőrség a kampánypénzek kapcsán. Ezt állította az M1-nek a főpolgármester. Karácsony Gergely megismételte, hogy ők minden előírást betartottak. Ezért abszurdnak tartja, hogy pénzmosás gyanús botrányba keveredett. A NAV egy hónapja indított nyomozást a Karácsony Gergely mozgalmához érkező 500 millió forintnyi támogatás ügyében. A Nemzeti Nyomozóiroda pedig pénzmosás gyanúja miatt nyomoz. Bár a hatósági vizsgálat jelenleg is tart, Karácsony Gergely pénteken azt mondta, nincs mit tisztáznia. Ez az ügy tisztázva van, tekintettel arra, hogy a Magyar Titkosszolgálat az összes részletet elmondott ezzel kapcsolatosan, ami ismerhető. Tehát ennél tisztában nem látunk szerintem semmilyen magyarországi kampány ügyében. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Szinte bombaként robbant a botrány, amikor kiderült, Márki-Zay Péter mozgalmát több 100 millió forinttal támogatták az Egyesült Államokból a kampány alatt. Karácsony Gergely 500 millió forintos kampányból érkezett. A baloldal volt miniszterelnök jelöltje, akkori ellenfelét, Karácsony Gergelyt is lebuktathatta, amikor egy interjúban elmondta, a főpolgármester stábja szintén több mint 500 millió forintot költött politikai célokra. Nem tudom, hogy kik támogatták az kampányomat. Noha a pénzt a főpolgármester párttársa Perés Gábor fizette be Karácsony mozgalmának számlájára. Karácsony Gergely azt állítja, nem tudja, kik adták össze az 500 millió forintot. Nem kis ládika, nyilván nagy ládika. Elemzők szerint számos jel utal arra, hogy Karácsonyék rejtélyes 500 millió forintja mögött ugyanazt a támogatókört kell keresni, amely a dollár baloldal egészét is finanszírozta. Karácsony Gergely azonban most azt mondta, nem gondolná, hogy a mozgalmához érkező támogatásokhoz közel lenne Korányi Dávidnak. Szerintem nincs ehhez közel. Korányi Dávid által létrehozott alapítvány nem működött akkor, amikor a 99 mozgalom aktívan kampányolt, úgyhogy... Minden Gyurcsány Ferenctől függ a balliberális oldalon, Karácsony Gergely esetében ez az állítás még inkább igaz. Meggyengült Karácsony Gergely pozíciója a pénzmosási botrány miatt. Erről a 21. század intézet vezető elemzője beszélt. Deák Dániel szerint a botrány miatt most sokkal inkább függ Karácsony Gergely Gyurcsány Ferenctől, mint korábban. A DK és Gyurcsány Ferenc is érzékelte, hogy a botrány hatására meggyengültek Karácsony Gergely pozíciói, és ugye most alkudoznak a háttérben arról, hogy az önkormányzat a választás során milyen módon, milyen formában induljanak majd. Tehát szerintem, és a kizivágó információk is erre utalnak, most Gyurcsány Ferencnek az a taktikája, hogy a botrány hatására el fogja érni, hogy gyakorlatilag csak DK-s, illetve néhány MSZP-s polgármester jelölt legyen majd a baloldalon mostani önkormányzati választási kampányban. Deák Dániel kiemelte, egyre több botrány lát napvilágot arról, hogyan trükközik a dollár baloldal a mikroadományokként emlegetett kampánypénzekkel. Csak most Karácsony Gergely szerepel a nyilvánosság előtt, miközben a háttérből Gyurcsány Ferenc régi embereivel mozgatja a szálakat.